Akkor itt már csak a main szál van. Aha, az van. Oké, menjünk tovább. Aha, jó. Na, itt még nem jártunk. És már hallom is, hogy valami nyög a bal fülemnél. Most a jobbnál. Hogy tetszik eddig a game? Eddig fantasztikus. Eddig nekem nagyon tetszik, viszont egy dolgot, amit már elmondtam többször is, sokkal nehezebb a játék, mint hittem. Sokkal nehezebb a játék. Azt hittem, hogy ez egy könnyű játék, de nem az. Ez a játék konkrétan nehéz. És de nem Dark Souls-osan nehéz. És nem unfair módon nehéz, de ez a játék nehéz. És nagyon figyelni kell, és nem lehet csak úgy állni és lőni. Nem. Nagyon kell figyelni a HP-re, a mindenre. Ez viszont egy rank 4-es fegyver. Viszont azt el tudom mondani, ha szereted a skifit, ha szereted az idegenbolygós felfedezőset, ha mindened az ilyenek, ha mindened az ilyen skifi game, akkor viszont maximálisan, hát én teljesen el vagyok olvadva a játéktól amúgy. Teljesen. Én mindig is az ilyen játékokat szerettem. A idegen bolygón vagyok, felfedezek dolgokat. Tehát engem ezzel kilóra meg lehet venni. Ezt ledamage-eltem kegyetlenül. Mekkora damage van ennek a fegyvernek. Neked is tetszik? Örülök neki. Örülök neki. Nekem nagyon. De főleg az a vonal, hogy mennyire misztikus az egész. Nagyon-nagyon nehezen adagolja a játék a történetet, és viszont azt annyira olcsón, mármint úgy értem, hogy szűkmarkúan adagolja a történetet, viszont nagyon-nagyon tetszik a sztori. És szerint nagyon-nagyon sokszor kibeszél a játékoshoz, tehát sokszor mond magának dolgokat, de ez valójában a játékosnak szól, és ez teszi nagyjá egyébként. Mert az a kétségbeesés, ami rajta van, ezek itt pedig a helyi lakosok hullái. Na például az ilyen képek az, amiért ez a játék megéri. Tehát az ilyen képekért, már csak ezért is. Nagyon meg kell dolgozni a jó élményért, nagyon. A DualSense controllerre pedig nincsenek szavak, tehát itt a kezemben, itt lezajlik a játék konkrétan. De nem úgy rázza az egész tested, hanem normális. Így van, egyetértek. Így van, egy jó játék ismérve. Tehát nem játsza le magát a játék. House key. Tehát be tudunk menni abba a házba, amit oda képzelsz, Selin. Menjünk már be. Hát csak kíváncsi vagyok rá, hogy miért képzeli azt, hogy itt van. Ja, és ezek a nyelvészeti cuccok. Tehát, hogy szótárazzuk. Tehát ilyet a 90-es évek óta nem láttam. Rains like pitch. We must leave for the waste this where our region have promised. Refrain of wonder. Lol. Hihetetlen. Hihetetlen. Ez itt ugye az idegeneknek, vagyis a bolygó lakosságnak, akik itt vannak ugye elpusztulva. Halmokban egyébként. Nekik a hátrahagyott üzeneteik. Mert ugye fogalmunk sincs, hogy ez a bolygó miért pusztult ki. Egyelőre ötletünk nincs róla. Semmi. Tehát még csak sejtésem sincs. Valami kicsi sejtésem van, hogy talán itt ez a falakon húzódó, tüskés, bokorszerű valami. Talán, mintha ez benőtt volna itt mindent, és talán elpusztította a bolygót, de nem vagyok benne biztos, mert ennyire nem rágja a szádba, sőt, egyes semmilyen szinten nem rágja a szádba a történetet, egyáltalán nem. Meg kell küzdeni vérverejtékkel ahhoz, hogy tudd, hogy miről szól a game. Amit mondtam is az előbb, az önmagát végigjátszó játékot, azt itt el kell felejteni, itt nincs az, hogy odafutsz és nyomkodod az X-er, hogy hátra jön egy loot, nem. Itt ez nincs. Viszont én magamon nem érzek frusztrációt amiatt, mert újra kell kezdeni, amikor meghaltunk. Nem érzem azt, hogy úristen, de rossz, meg jaj, de rossz, meg nem. Most pedig visszamegyünk és megnézzük, hogy mi van a házikónkban. Hol van a házikónk? Itt.
Na erre viszont rettentően kíváncsi vagyok, hogy ez mi. Hogy Szölén miért képzeli ide a saját házát. Jó, itt nekem kell menni? Ja, azt hittem, hogy ez egy átvezető. Gondolom, itt tudjuk majd meg, hogy neki mi a háttér története. Aha. Olyan, mintha egyedül lakna egyébként. Nincs családi kép vagy ilyesmi. But this is stored in the mothership's archives. És ezeken az ajtókon nem tudok bemenni. Milyen furcsa ez a csend, a nagyon nagy az atmoszférikus zaj kint. Itt meg ilyen csend van. Nagyon furcsa. Igen, ez egy új hajós hölgy. De jó, éjszakai mozgásérzéke, ilyen nekünk is van. Az akkor jó, hogyha kimész vécére. Szia Bluebot, hello, hello! Hát a jó pszichotillere alapja, nincs zene, csak ambient. Ebben nagyon igazad van, Peres Gumi, viszont ahhoz képest, ami a házon kívül megy zaj, ahhoz képest ez itt iszonyatosan csend van. Milyen könyveket olvas? Mysteries of the Cosmos, igen. Abdication of Zeus. Állítólag, amit tudok még a játékról, hogy mint egy pici köze van a görög mitológiához, nem durván, de egy pici köze van. És ez majd csak nagyon-nagyon nehezen lesz kibogozható. Valaki kopogott itt fent amúgy. Ez mi? Ez egy... Ne felejtsük el, hogy ezt ő képzeli. Mind a kettőnknek van éjszakai mozgásérzékelője. Tökéletesen adja át a játék, így van. De egyébként tényleg nagyon jó dolog. Próbáld, vegyetek ilyet, srácok. Igen. Remélem nem jumpscare lesz itt. De ki ez az astronauta, akit látunk mindenhol? Ő kicsoda? Mert a felszerelése alapján meg 20. századi űrhajósnak néz ki. Peres gomb. De mi lett volna, ha a másik irányba megyünk? A képen magát látta, nem? Ő az astronauta. De hát 20. századi fel... Hát nézd, hogy milyen felszerelésben van. Ne lőtt már le neki. Nem tudja senki sem még, srácok. Túlságosan friss a game. Senki nem tudja még ki ez. Astronaut figurin. Personal item, it will not let you go. Akkor ezt nem veszítjük el. De mi lett volna, ha másik irány? Nem lehet visszamenni? Nem lehet visszamenni. Mert ott lehetett volna nem csak felfelé, lehetett volna másfelé is menni. Na mindegy, jó, akkor menjünk a következő ajtó felé.
Ja, lehetett volna teleportálni is. Mindegy, én a hosszabb ideig tartó megoldásokat szeretem. Engem is, nyugi. Egyébként az a jó ismérve ennek a játéknak, hogy minél több mindenről tudom meg, hogy mi... Látjátok, itt is itt van ez a gyökér itt benőve. Mondom én, ennek itt lesz valami jelentősége. Ez mindenhol ott van ez a tüskés akármi. Hogy minél több megfejtés áll rendelkezésre, annál több kérdésem van. És ez jó. Azért lövöm ki, mert ez szokott adni itemet. Itt is itt van már valami. Az a baj, hogy high-ra rakja a malfunction-t. Én meg most nem akarok malfunction, mert nem akarok meghalni megint. Viszont jó sok cuccot dob. És itt már nincs is más. Ég felé néző szobor, aminek nincsen feje. Biztos, hogy ennek is van valami... Már három ilyen tudsz van rajtam? Ó, az nem lesz jó, ha ezek leszakadnak rólam, az problém. Nem is vettem észre, hogy ilyen sokat fölvettem. Bocs, de lépek, ennyi spoiler elég volt. Nyugodtan és megértem, srácok, játsszátok a játékot. Megértem. Köszönöm szépen, neked is jó játékot, ha majd elkezded. Köszönöm, minden jót, jó hétvégét neked is. Vissza lehet menni a házba? Véleményem szerint nem, mert egy vadonatúj ciklus jön, és akkor nem lesz ott a ház. Nem lesz kulcsod a házhoz, tehát először meg kell találni a házat, és meg kell találni a kulcsot a házhoz, és akkor az új ciklusban mehetsz újra a házba. Ez a durva, srácok. Ezt pedig nem fogjuk fölvenni, srácok, mert nem, mert most jól állok healben is, meg mindenben, csak... Csak olyan jó ez a cucc. Max integrity upgrade, but infected with malignancy. Nem, elég HP-nk van, srácok, nem kockáztatunk, nem, elégszer haltam már meg. Nem. És még ebben a streamben szeretnék valamire jutni. Itt van a fő mission, de ha a fő missionre belemegyek, akkor mi lesz azzal a pirossal? Ezt valaki meg tudja mondani? Hogy az ott micsoda? Main path? Most mit csináljak? Mindegy, csak oda csak bekukkantunk, hogy az mi. Aztán ha jól lezár, azt megölött valami, azt kezdhetem előről az egészet. Biztos, hogy ez lesz, szinte érzem. Nem, srácok, muszáj, mondtam nektek, ez egy ilyen stream. Ahova be lehet esni, oda beesünk, ahol fel lehet gyulladni, felgyulladunk, ahol meg lehet dögleni, ott megdöglök. Nem, ez itt csak egy ilyen izé. Tudjátok. Mi mindig nem tudjuk megfejteni, de azért már nagyjából sejtitek, hogy mi a stájsz. Na jó, ezt nem kockáztatjuk, kilőjük. Meg azt is. Jó, hogy itt van több is, ott is van fent egy. És el se tudjuk találni. Fuck. Nem akarok meghalni. Áó. Normális-e vagy? Jó, és ez itt micsoda? Remélem megérte ide jönni, mert megőrülök, ha nem. Ez mi? Malfunction probability moderate. Hát akkor hát, ha nem.
Hostiles have chance to drop resin on death. Hát de kit érdekel a resin? És ezzel mit kell csinálni? Requires anathem key. Azt hol találok olyan keyt, srácok? Hol? Hol van olyan key? De hát minden egyes helyen ott voltam. Mindent megszereztem. Vagy van, amit nem szereztem volna meg? Hát ott egy chest, de azért a chestért nem lehet fölmenni. Itt is. Ez micsoda? Ez mi? Az mi? Itt még nem voltam. Arra még nem mentem volna el. De nem, oda nem lehet fölmenni, srácok. No. Oda nem lehet fölmenni. Mert nem tudok még olyan magasra ugrani. Az a skill még nincsen meg. Akkor ezt hol találom meg? Be ne írja valaki. Be ne írjátok, srácok. Majd rájövök, csak kérdezgetem magamtól. More heavily secured. Requires unique key to open. Tehát akkor ebben a piros színű ajtóban, itt, annak az a lényege, hogy olyan helyre jutunk el. Ha és akkor innen le tudok viszont teleportálni, tehát nem kell ezt az öngyilkos rohanvást itt megcsinálni. Jó, innen leteleportálni, nem kockáztatom, hogy meghalljak már megint. Ha már néha valamit furcsán mondok, az azért van, srácok, mert annyira izgulok, hogy már rendesen a torkomban van a gyomrom. Szerintem senki nem tudja, max valaki, aki látta, hogy kihagytál egy enemit. Igen. Maximum az. De nem, minden, nézzétek meg, minden meg van szerezve. Tehát nincs ajtó, ahol nem mentem volna be. Minden ajtó meg van. De nem, ez az ajtó, ez nem, ez ilyen piros kapuval van lezárva. Ahhoz majd kell egy akármi, tudjátok. Egy bármi. Egy hogy is, vagy hogy mondják. Ezt nem tudom kimájnolni. Find a way to destroy Xenotech barriers. What? Ez mi? Na, ilyet még nem láttunk, srácok. Ez harci díszben van. Akkor lehet, hogy ilyenek a katonák? A xenokatonák? És akiket láttunk, azok civilek lemészárolva? Na, nézzük meg. Ez egy automaton. Jaj. Adding to equipment for immediate use. De performiliatek. Oh my god. Oh bitch. Akkor tudjátok, mit tudunk ezzel kinyitni? Azokat az itemekhez fogunk tudni ezzel bemenni, ami ahol lelógnak azok a gyökerek. Itt van, mi hiányzott. De mondjátok, hogy ez permanens. Ugye ez permanens? Így van, ott van. Mondjátok, hogy ez permanens, nehogy már elveszítsük most. És ezt ki tudom mine-olni. Oh, guys. És ezt ki tudom nyitni. Motherfucker. Király, most már lesz ok a közelükbe menni, hogy megöljenek. Igen. Crimson Gateway requires Crimson Key. Még mindig nem tudom, hogy mi ez az épület. De minden elveszik, ha meghalsz, szerintem ez is. És akkor mindig idáig el kell jönni. Mi ez amúgy ez a cucc? És mi ez az anyag, amiből ezt építették? Látjátok? Olyan, mintha...
Na mindegy, ez valami fura fém, tehát ilyen hálós szerkezet. Jó, hát nyilván ők máshogy építkeznek, mint az emberek, gondolom, hogy nem a vasbeton, csak hogy értitek, olyan tök jó, hogy erre is gondoltak. Tök jó. Bazaltufa, az vályog. Belenéztem egy streambe, pont itt tartott, ez megmarad. Na. Jól van. És hogy mi ez a vörös trutyi, meg hogy mi ez az épület, de látjátok, a szobrot is benőtte ez a furcsaság. Látjátok, ez a gyökér, ez a tüskés valami. Ez lesz itt a hibás amúgy, srácok. Ezzel a tüskés akármilyen van itt a probléma. Jó, errefelé hiába jövök el, ehhez kapcsolatos kulcsot nem találtam. Nem találtam meg, bocsánat, akkor viszont nincs is más hátra nekünk, csak attól függ, hogy le fognak rólam szakadni ezek a cuccok, mert én úgy tudom, hogy ezek leszakadnak majd rólam. Mert a játék előzetesében az is benne volt, hogy állt szölén, és egy ilyen kiszakadt belőle, és a ruhájával együtt szakadt le. És azt gondolom damage. Na de ne aggódjunk azon, ami még most nincs itt. Oda nem megyünk föl, remélem ez nem volt spoiler. Nem. Nem. Nem volt spoiler, és köszönöm szépen. Nem spoiler. Akkor, mert de viszont azt tudtam, mert volt fejlesztői naplóban is írták, hogy kérdezte ugye egy újságíró, hogy akkor minden elveszik, és mondta, hogy nem, azért vannak permanens itemek. De nagyon kevés, de van egy-kettő. És most azt nem tudom, hogy ugye most azt kéne, hogy most mindent nézek szét, hogy hol hagy, de úgyis meg fog halni még 200 milliárdszor. Úgyhogy nem fog itt most én backtrackelni. Majd úgyis, amikor meghalok, akkor majd újra. Akkor majd ki tudjuk nyitni azokat a cuccokat. És akkor most jutottunk el arra a pontra, hogy ezt a kaput ki fogom tudni nyitni. Jó. Absolutely good. Minden szívesen fogadok amúgy, ami segítő szándékkal jön. Nem szoktam hisztériázni backseatért, úgyhogy nagyon szívesen fogadom. Nyilván a spoiler az nem, de a backseatet az nyugodtan. Tehát ha van egy jó ötlet, vagy mit tudom én, ott be tudtál volna menni, ez simán jöhet. Increased max integrity. Ezt mindenképpen, srácok, meglépjük. Még több HP-nk lesz. És a HP az az Isten, oda nézzetek, lassan már lesz egy második health bárunk. Itt még szétnézek, hogy itt mit lehet gyártani. Ja, de itt semmit nem akarunk fabrikálni. Nem. Jó, és akkor most viszont ezt itt kinyitjuk. Bír. Igen. Mondom én, srácok, ez a növény itt mindent benőtt, tehát ott is ott van, ezen is itt van. Ez lesz a kulcs. Tudjátok, hogy hova? Úgy bizony. Anatéma ki. Innen azonnal elfutok, mert itt nem akarok meghalni. Néha olyan érzésem, amit a kvékeznék amúgy. Komolyan mondom, rendesen adja a kvékérzést. Azért nem mondok Doom-ot, mert a Doom az már picit más, de a kvék az nagyon ilyesmi volt, ilyen vaktába lövök, aztán valami csak eltalál. Ez micsoda? Ditches all parasites. Tudja, az a növény valami a rossz gondolat személyisége szelénnek? Nem hülyeség amúgy, amit mondasz, ja? Amúgy nem hülyeség. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy... Tehát, hogy ilyen szúrós gyökereket lát, és ez valójában egy... És az akár lehet valójában egy régi lelkiismeret furdalás is. Nem hülyeség. Ezzel... le tudnám magamról szedni az összes parazitát.
De le akarom én szedni az összes parazitát? Ez egy jó kérdés. Mert jó paraziták vannak rajtam. Szerintem nincs jelentősége. Hát, hogy kvázi maga ellen küzd. Annyira sok helyen látjuk ezt, hogy nem, ezt nem szedjük le a parazitákat közben, ezt rájöttem. Ja, és nem erre megyünk, hanem utazunk. Annyira sok helyen látom ezekre a szobrokra felkúszva, hogy nekem nagyon-nagyon gyanús, hogy ennek valami nagyon komoly jelentősége van. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy amúgy semmi. Azt nem állítom. Na srácok, akkor mi van a kapu mögött? Mennyire jól meg van már csinálva ez a mechanika, hogy így rezeg az egész. Imádom. Jaj ne, ez egy boss aréna? Jól érzem? Az hát. Ez egy boss fight. Ez boss fight. Ez teljesen biztos, azt nem is kell senkinek mondani. Ez micsoda? Egy kis pisztoly, az most nem kell, kösz. És most itt mit csináljak? Oda menjek le? Vagy what? Hát ott csak nem ugrok le. White Shadow Broadcast, azt akarjuk lokétálni, de hát... Mi ez a ropogó hang amúgy? Valami dübörgő, ropogó, recsegő hangot hallok. Oda be kell ugrani? Most ez komoly? De ha beugrok és meghalok, akkor én megbolondulok. De hát csak nem ugrunk le, hát csak nem azt szoktuk csinálni, nem ha látunk egy kutat, akkor nem ugrunk bele. Ugri le! Hát megmondom őszintén, hogyha én lennék szerint, én nem ugranék. Már mondjuk, hát igaz, mondjuk mi más csinálsz? Mit kutyagolsz itt ezen a pályán, amíg véget nem ér... Aha, ja, hogy? Akkor igen. Ha nem ugrasz, nem tudjuk meg. Ebben igazatok van. Ez egy helyi lakos... Jézus Mária, hello! Oh. Hova tűnt? Hogy hol van. Meghalt, vagy ez csak a fíz egy volt? Most fogyott el egy egységnyi HP-ja, te jó ég. Ó, ez nagyon nagy baj. Jaj, ne, nem tudok felugrani, oké. Okay. Homelander skill, áú. Ne, ezt nem mondod, ezt nem mondjátok komolyan. Nem.
Oh, ez what the fuck? Second chance. Uramisten, mi van itt? Nem. Jézus, várja, mi ez? Úristen, gyerekek! What? This device prevented me from returning to the ship. Értitek? Tehát amikor ide jöttünk és igen, megtudtuk, mire jó. Akkor mégse állam a helynépek, csak előbb újtak a ködös föld alá. Még nem tudom, hogy mi ez. De az a neve, hogy Frike. De most már tudjuk, hogy ez mire jó a Reconstructor. Hát persze! Nem vesztesz el mindent, és mehetek megint megpróbálni, és minden cuccom megvan. Hát srácok, ez imba. Hogy ezzel a hülye szóval éljek. Imba. Értitek? Imba. Kéne nekem egy HP-zó cucc, vagy hagyjam a búbánadba? HP-zós cuccot, de hol vegyek HP-zós cuccot? Tehát nincs sehol. Vagy a shipnél van egy, de a shiphez meg nem tudok oda teleportálni. Oda tudok teleportálni? Nem tudok oda teleportálni. De a shipnél, de nincs. Vagy van? De ahhoz kell 3 ether. Az nekem nem kell. Ha újra meghalok, akkor az egészet előről kell kezdeni. 4 kocka az élete felett, 4 fázis. Aha, 4 fázis, igen. 4 fázis. 4 fázis fájt, viszont nem haltam meg, mert a Reconstructorbe elköltöttük azt a 3-6 ethert. És ez baromi jó, hogy ez így kiderült, mert eddig nem tudtam, hogy az mire jó. Viszont gyanús, hogy ez a fegyver miért van itt, ez lehet, hogy nagyon hatásos ellene? De nem, mert ennek sokkal nagyobb a damage-e. Bónusz damage. Viszont ez meg messziről is tud damage-elni. Srácok. És Bless Shell-tól ez is. Modified Sidearm SDM8. Lehet, hogy ezzel jobban többre mennék amúgy, mint a shotgunnal, mert a shotgunnal nagyon közel kell sebeznem. Nagyon közelre kell sebeznem a shotgunnal. És nem igazán vagyok a bosshoz közel, mert a AOE damage-eim miatt meg messziről damage-elem. Lehet, hogy lecseréljük. Aha, lecseréljük, igen. Nem lesz jó a shotgun. Jó. Ezt már láttuk, úgyhogy ha nem haragszatok, meg átlépem. Ezt már elém lövi. Meghalt. És akkor jönnek az új skilljei. Shit.
csináld már. Épp hogy? Nem hiszem el, hogy ez is elkapott, de hogy a búbánatban? Ú, de trükkös vagy a csém. Red? Mi ez a közelharcosság itt? Srácok, ebből majdnem minden második elkapott. Ó, és nincs HP-m már megint. Ah! Bah! Jaj, ne! Ó, Istenem! Jó! Rich Game level 99. Hát... attól azért messze vagyunk, hogy elkezdjek rage-elni, de... Jó, mondjuk azért most már azért... Na... Tehát egyre gyorsabban fogunk tudni odajutni, meg azért nehogy azt higgyétek, hogy... Hányszor haltam meg? Hol van? 7-szer haltam már meg, 60 explore van. Databen Matrix. Srácok, ez ilyen az a játék. Tehát egyre többet tanulunk, majd egyre jobban tudjuk kinyitni a zárt részt, hát ha van mögötte valami. A katanával. Aha. Vermike! Hello, üdvözöllek a csatornán, most már te is közénk tartozol. Hello. Nem hülyeség, amit mondasz egyébként, Morfi. Megpróbálkozunk vele. Jó? Szépen lassan így majd előre megyünk, ne fekszünk egyet aludni. Ez ilyen, srácok, nem gondoltam, hogy ez a boss lemegy elsőre. Ez a játék lényegében erről is szól. Nem könnyű. Ha valaki azt hitte, könnyű a játék, mint én, akkor ugyanakkor át fog tévedni. Én amúgy egyébként... Ez micsoda? Például. Ez mi? Srácok, ez mi a búbánat? Jól van. Ó, ez az irányítópult, ide is be lehet jönni. Jó, na itt most kibújunk. Srácok, én még lehet, hogy megpróbálok egyet. 8-ig tart a stream, de addig még van 22 perc. Nem mondom, hogy sikerülhet, de megpróbálom. Ugyanis azt tudnatok kell... Ó, ilyet még nem is láttam, ilyen effektet. Azt tudnatok kell, hogy a játékban nincsen mentés. Tehát hiába jutsz el a pálya 3/4-ig, csak akkor maradsz ott, ha altatod a konzolt. Viszont én nem fogom tudni altatni a konzolt. Úgyhogy nem lesz mentés, de megpróbálkozunk vele. Már jön valami. Szia. Ja, és az összes parazitát elvesztettem. Ezek olyan fájdalmas halálok amúgy. De ez van. Ó, tudjátok, én is abban, amikor megvettem a játékot is, akkor itt, vagy amikor, tehát amikor először olvastam a játékról, hogy majd újra kell kezdeni mindent, mondom, én majd úgyse halok meg olyan sokszor. Aha, ne. Ezt úgy előttem fölöttem, mint annak a rendje. Amúgy van egy játékmechanikai elem, amit én konkrétan nem csinálok, méghozzá, ha kihogy a lőszer, idejében le kell nyomni az R2-t, és újra tölt gyorsabban. Várjál? Nézzétek! Ott!
Aha! Ezt nem használtam eddig. Mi scusi? Suit integrity increased. Alright. Most pedig elrontottam a peak time-ot. Jaj, ne bosszantsatok már, hogy ezzel a lézerrel eltalálsz. Ezt felvesszük. És nem is kellett cleanzelni amúgy. Itt van alattunk a chest. Itt. Itt. Így. Azt hittem már egy se fog eltalálni. Jó, elvisszük magunkkal a karabinát. Hoppá! És megpróbálok speedrunolni. Már mennyire ebben a játékban olyat lehet csinálni. De erre például szükségem van. Mondjuk most már a katonával le tudjuk vágni majd. Tényleg a katonával meg se próbáltam ütni a bosst. Várjál! Halljál meg! Ó, hogy ezeket one-shotolni lehet így. Ó. Ó. Oké. Oké. Tehát egy ilyen Terminátor 2 a gépek lázadása van itt konkrétan katonával. Nyugodj meg! Hol van még egy? Mit nekem egy törret már, srácok? Tudom, hogy ezt széthajítom. Gyere ide! Ez kurva jól néz ki, srácok, ez a katona! Hát ez zseni. Zseni, jaj! Az egy wrong button volt. Nagyon jó a katona, az tuti. És már meg is újult a játék, meg is újult a játékmenet. Így tudod megújítani a játékmenetet, hogy ne legyen egy depressziós, önismétlő szar. Már bocsánat, de hogy értitek? És most ezt ki fogom tudni nyitni, igaz? Igaz, bizony. És itt a trutymaid mögött, itt egy szívfium, nem is akár mekkora. És ez micsoda? Parazita. Oily? Aha. Upcoming mafia, harder fix requirements. Ez egy de szivatós egy item. Tehát innentől kezdve, ha ezt most felveszem, akkor a malfunctionök azok sokkal szivatósabbak lesznek. Viszont egy killel kevesebb kell az adrenalinhoz. Hát szerintem ez nem egy jó biznisz. Nem, ezt itt hagyjuk. No. Ezt felveszük, ez biztos. Oké. Van még itt egy chest, azt írja. Vagyis azt látom a térképen. Ja, de nem tudok érte bemenni. Ezt meg gondolom nem tudom szétvágni. Aha, ezt nyilván nem vágja szét a kőajtót, tehát ezt mondjuk gondolhattam volna. Itt miért van három ajtó? Ilyet még egyszer se láttam. Ó, de jó. Ezeket gyűjtögetjük. Ez mi? Ja, ez a fő mission key. Lehet, hogy egyszerűsödött a pálya? Bár teljesen kizártnak tartom, de lehet. Még akkor elfutunk itt a szembe lévőbe. Ez pedig az a hely, ahová nem lehet felugrálni, mert oda nem tudok felmenni. Mi volt ez a tútymoid itt? Oh shit. Mi a kérdés? Szá! Nagyon jó! Csak mondom, hogy a sebzésem nem akármilyen egyébként. Lehet, hogy a proficiency rate-től ilyen magas a damage, mert hogy már ennyire megtanultuk használni ezt a fegyvert. Akkor lehet, hogy ennek a játéknak ez a lényege, hogy folyamatosan meghalsz, és egyre erősebb vagy, és mindig egyre erősebben térsz vissza. Hát akkor ennek a játék... Akkor nincs is értelme. Oh my god. Ez valami körökre osztott? Arena fight? Aha.
Jaj, ne, ezt utálom. Ez egy elrontott quick time event volt. Ha ez valami event. Csak én most nem eventet akartam tolni, hanem boss fight tolni. Jó, mindegy, nem baj. Nem kesergünk rajta. Úgy szétvágtuk, hogy még a bele is itt repked. Jaj, ne. Nagy boss fight jön. Story. Ez a monster, vagy ez a cucc, ez az előző próbálkozásaim alatt körülbelül háromszor megölt. Most így ölöm meg. Aha, akkor ez a lényeg ennek a játéknak, hogy minden ilyen haláloddal egyre többet tanulsz a játékról is, meg saját magadról is. Itt egy shield. Jó, ez egy ilyen game, srácok. Itt többször meg kell halni, többször meg kell tanulni. Ez ilyen. Én is úgy gondoltam egyébként, hogy ez semmi. Hogy ez egyszerű, de nem. Hát ez... Ilyet még nem is láttam, ilyen artifaktot. More powerful. Még nagyobbat ütünk a katanával, amivel már eddig is rettentően nagyot ütöttünk. Hol van az a láda? Alattam vagy fölöttem? Alattam van. Ez itt van bent. De hol? Ja, itt. Blessed shell. Nem. Nem jobb. Nem. Ha nincs mentés, honnan fogod tudni legközelebb játszani? A hajótól. Mintha meghaltam volna. Vagy altatóüzemmódba teszem a PS, de nem fogom tudni most altatóba tenni. Úgyhogy szívás. Ebből a szempontból lesz szívás. Igen. A legelejétől el kell kezdeni, igen. De a katana már meg minden megvan. Ez nem probléma. Most már nem tudom, hogy rá fogok tudni-e még menni a bossra. Megpróbálok amúgy odafutni. Oké. Azt nem tudom, hogy most a side utak is eltűntek? Nem, itt vannak. Oké, rögtön megválaszolta a játék, itt vannak a side utak. Igen, a deconstructure-be, ha lenne elég éterem, akkor most megint el tudnám tenni magam reggelire. Na, az elején az ilyen puzzle-ok már megfogtak. Anyám! Hármas szintű blaster, stagger power. De nem jó nekem, mert nem jó. Nem jó, mert közelharcra jó, a bossra ez nem jó. Megint elrontott quick time event volt. Jaj, ne, és megint meg kell csinálni a boss fightot, az real. De meg kell csinálni. Arról jön. Ez berezetelt az adrenalin, meg el sem tudom mondani, mennyire örülök.
Ezt kisatisztam. De kár ezekére a bekapott damage-ekére amúgy. Igen, ez az R2-s quick time event, ez nagyon-nagyon hasznos. Ezt kár, hogy az elején nem is tudtam róla, hogy ez van. Bár a játék nem igazán számolt be róla. Ha ez meg databank entry-t ad. Holy shit. Még úgy nem esem be oda. És így sokkal több lesz már, látjátok, már 453 ilyen cuccom van, amiből tudok venni. Ez ennyi, ez tényleg erről szól ez a game. Tehát, hogy egyre többször meghalsz, egyre erősebb leszel, egyre több mindent megtanulsz. Ez ennyi. Tehát én most azt hittem, hogy én vagyok a béna egyébként ezen a boss fight, de nem. Tehát ez egy ilyen boss fight, ezen meg kell halni, rá kell jönni, hogy ezt hogy kell jobban csinálni. Kész. Azt nem állítom, hogy nem lehet megcsinálni elsőre. Tehát lehet, hogy van olyan ember, aki ezt tiszt így megcsinálja. Ez egy hármas szintű technó van. Oké. És mit csinál? Villámot szól? Ha? Ó, nagyon tuti. Oké. Ez micsoda? Ez egy étel. Jó, ha minden igaz, akkor... le lehet esni. És ez what the fuck is this? Old fire cooldown protection. Na látjátok? Tehát például ezzel a protectionnel egyértelműen ezzel kell rámenni a bossra. Hát egyértelmű. És így most plusz 10% protectionünk van. Tök jó. És ezt is meg tudom most még csinálni. És ezek perma. Perma buffok. Hát ez ilyen. Ez egy ilyen game, srácok. Oké. De szeretem azért industriál elektrozenéket, ami így megy a game alatt. Ezeket nagyon csípem. Oké. Na, még a felé gyorsan elfutunk. Hát, ha találunk egy étert, srácok. De hát miért is találnánk itt bármit is? Jövő héten hogy lesz a menetrend? Srácok, egészen biztosan ezt a játékot fogjuk csinálni. Még holnapra meg fogom csinálni a menetrendet. Meg fogjátok látni egyébként, szombatra meg lesz a menetrend. De hétfőn biztosan a Returnal-lel folytatjuk, de szerintem kedden is. Szerintem most Returnal lesz. Ez biztos, hogy át fogja venni. Az Assassin's Creed Valhallából van még iszonyatosan kevés. Azt majd a jövő héten valamikor beiktatjuk és megcsináljuk. De most Returnal lesz, mert nekem ez döbbenetesen tetszik. Tehát egyszerűen most ilyen letehetetlennek érzem. Azt hitted mi? Ajaj. És most rezetelt az adrenalin. Jézusom, mindjárt meghalok, srácok. Azért nagyon, így van, nagyon beszív. Komolyan ezt nézd jobb, mert sok a rage quit lenne. Tehát nehéz a kis lelkemnek, nekem is egyébként. Azért nem rage-elek, de nehéz a kis lelkemnek, amikor visszacsap az elejére. Ez hova visz? Egy full random helyre, ahol még soha életemben nem jártam. Vajon hány pálya elem van amúgy? Surgical precision. Holy crap.
ha ott van egy ilyen pénz, cucc. Jaj, esze! Itt meg fogalmam sincs most hova estem be. Nem? Nem jobb? Nem, ez sem jobb. Légy szíves, legyen valami komolyabb fegyver. De nem jobb. Nem. No. Ó, ne. Há, srácok. Egy boss fight fért bele. Srácok, ennyi fért mála bele. 5 órája nyomom neki, és még tudnám nyomni még 5 órát, de már nem tudom, mert ennyi fér már bele, srácok. Én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, azt, hogy ilyen rohadt sokan benéztetek, tényleg baromira hálás vagyok érte, a rengeteg followér, és köszönöm, hogy ennyire figyelmesen néztétek. Jövő héten, hétfőn Returnal-lel folytatjuk. Ez a játék zseniális. Tehát konkrétan most egyre nem találok szavakat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó a játék. Tényleg nagyon jó a játék. Baromi jól sikerült. Én mindenkinek javaslom, aki megteheti, akinek van otthon PlayStation 5, és ezt szeret, próbáljátok ki. Tehát próbáljátok ki, mert nagyon jó. Kihasználja a PlayStation 5 erejét. A DualSense kontroller minden nemű képességét használja. Próbáljátok is, srácok, mert ezzel nem fogtok veszíteni semmit. A sztori fantasztikus, a játékmenet nekem nagyon bejön, bár azt is tudom, hogy baromi frusztráló az elejéről elkezdeni a játékot, de aki menjen, annak mindenkinek szép estét. Sziasztok, srácok! De még annyit el akartam mondani, hogy jövő héten, hétfőn ezzel folytatjuk. Lesz menetrend, ebben biztosak lehettek. Ott lesz fönt Twitch-en, holnapra már meg is csinálom. Ma este sajnos nem fog tudni vele foglalkozni, mert el kell mennem, de megpróbálom a holnap lehetőségemhez képest a leghamarabb beírni a menetrendet, meg majd ki is posztolom Facebookra. A lényeg, hogy folytatjuk, srácok, mert fantasztikus a game, és még egyelőre azt sem tudom, hogy mennyire hosszú, hogy hány ilyen szakasz van a játékból, mert ugye még ez az első biom, de meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, srácok, mindenkinek szép hétvégét, hétfőn este 6-kor találkozunk, és ne felejtsétek el, hogy vasárnap este 7 órakor a szokás szerint a YouTube csatornán lesz videó, úgyhogy nézzétek azt is, srácok, jövő héten találkozunk, szép hétvégét, sziasztok!